Szevasztok srácok, én Hunemke vagyok, és ez pedig egy újabb The Front videó. Örülök, hogy az előzőt ennyien megnéztétek, ugye a kis gyors talpalót, hogy mégis miről szólhat ez a játék. Most pedig egy sarkalatos pontjához érkeztünk a játéknak, ez egy tényleg ilyen tippek, trükkök videó. Hát inkább tippek, mint trükkök, maradjunk annyiban. A lényeg annyi, hogy az inorganik salt ore fog kelleni a gunpowderhez, a lőporhoz, hogy tudjatok majd töltényeket gyártani. Na most ezt nem egyszerű megtalálni első körben, tehát megmutatom nektek, hogy én hol találtam. Itt az E14, F14, G15-ös, H15-ös vonalon végig van egyébként, illetve itt is lehet találgatni egyébként a vízpartok környékén és a sivatagon, az oázisokban. Ez ugye tényleg azért fontos, hogy meg tudjátok magatoknak csinálni a lőport, és ezáltal tudjatok pörkölgetni az emberek alá, illetve az állatok alá. A másik, amit szeretnék megmutatni nektek, az az, hogy itt a láncfűrészünk. Na most a játék azt mondja, hogy alt plusz középső egérgomb lenyomásával tudod tölteni. Ez nem igaz. R betűvel tudod betölteni a cuccost. Meg is tudnám mutatni nektek, hogyha lenne még nálam gáz, a lényeg, hogy R betűt nyomjatok, srácok. Szépen stílszerűen letekeri a kupakot, és majd ezt követően tudjátok használni, hogyha feltöltötte a gázolajat. Megyünk is tovább majd a következő körre. Na, elérkeztünk a következő részéhez, a dolognak, amit szeretnék megmutatni. Sokan nem tudják ezt sem, de hát ezzel világosabbá válik a dolog. Az a lényeg, hogy itt tudunk járművet javítani. Betesszük az inventoringba a reclaim-mel, hosszan nyomjuk rajta az F-et, majd ezt követően ugye kitesszük ide, visszatesszük, és ha van elég cucc, akkor automatikusan meg fogja nekünk javítani az autót. Vagyis hát ha rányomunk, bocsánat. És akkor ez egy 10 perc egyébként nekem, tehát ez most tulajdonképpen szerintem sebzéstől függ. Épp hogy túléltem az előző támadást, amikor átjöttem az egyik helyőrségen. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan dolog volt, hogy hatalmas mászni. Szóval srácok, hogyha van bent a gyártóban elég cuccos, akkor mindenféleképpen megjavítja nektek a dolgot. Attól függően az idő szerintem aránylik ahhoz, hogy mennyire van lesérülve az autó. Alap esetben 10 perc alatt csinál meg egy ilyen kis bugit. Hát ez is majdnem addig tartott, szóval. Vagy tart majd. Amit szerettem volna még nektek megmutatni, az, hogy hogyan tudtok stackelni a játékban. Nekem egy ideig működött a Ctrl bal klik, aztán már nem működött. A lényeg annyi, srácok, megfogjátok, jobb klik, elhúzzátok jobbra, majd itt eldöntitek, hogy mit szeretnétek, akár egy, kettő, három, négy, akár mennyit. A lényeg annyi, hogy így tudtok stackelni. Tehát még egyszer megmutatom, jobb klik, hosszan nyomva tartod, és elhúzod jobbra csak, és fölengeded. És ennyi. Hát srácok, egy dióhéjban röviden ennyi, amit szerettem volna nektek megmutatni. Tényleg ez nagyon rövid, nagyon lényegre törő, de hát igazából szerintem mindenkinek csak ez a lényeg, nem a sok rizsa. Szóval jók lehetek, én Hunemke voltam, szevasztok, cső-cső!